Tudjátok, annyira megindult a szívem azon látva benneteket. Fél éve indultunk el, kereken most fél éve, ebben a munkában, hogy elkezdtünk így összejárni. És éppen ma van az a nap, amikor majd össze fogunk ülni, és át fogjuk beszélni ezt az elmúlt fél évet. És nekem annyira megindult a szívem, amikor látom azt, hogy olyan emberek, mint a Nagy Laci, akik láttatok itt gitárral a kezében énekelni, és már nem egyszer hirdette az igét, és fantasztikus kijelentéseket kapott az Úrtól a hit dolgaiban különösen, de nagyon sok minden másban is. És ti még azt nem tudjátok róla, hogy 3,5 évesen elveszítette az édesapját, és aztán 17 éves volt, amikor az édesanyját meggyilkolták. Egy olyan családból, egy olyan háttérből, hogy el kellett Romániából jönnie Magyarországra, menekülnie, hogy ne vigyék be katonának, és rákényszerült nagyon sok mindenre. És aztán ott van a Bekő Kati, aki előre jött, és hallottátok őt beszélni. És remélem, hogy nem bánja, ha ezt megosztom róla, de tizenakárhány évvel ezelőtt elveszítette a férjét, és egyedül neveli a két gyermekét. És itt volt előttetek a Dóra, egy nagyon-nagyon mély háttérből, nagyon sötét helyről hozta őt ki az Úr, és az, hogy ő egyáltalán kimert ide elétek állni, ez ma egy csoda. És az Úrnak adjuk a dicsőséget ezért a csodáért, és mindannyian, mindannyian egy csoda vagytok. Amen. De miért mondtam el mindezt nektek? Azért, mert lehet, hogy a te életed is egy összetört élet. Lehet, hogy úgy érzed magad, hogy el van fuserálva az életem, hogy annyi mindenem mentem keresztül, és olyan mély háttérből jöttem, van remény az én számomra. Tudod, testvérem, Isten, ha ilyen emberekből, akiket itt láttatok előtt, itt álltak előttetek mikrofonnal a kezükben, és látjátok őket, ahogy bizonyságot tesznek arról az élő Jézus Krisztusról, aki ezt cselekedte az életükben, és ma már nem ott tartanak, ahol ott akkor tartottak, akkor számodra is van remény. Számodra is van remény. És mi is beszélhetnénk annyi mindent, hogy honnan hozott ki minket az Úr. De azt akarom ezzel mondani, hogy az árvaság szelleme egy olyan szellem, amely azt próbálja megbeetetni velünk, elhitetni velünk, hogy mi egyedül vagyunk, hogy nincs senkink, hogy nem szeret minket senki. És nem tudom miért, de te baseball sapkában pont most emelted föl a sapkádat. Igen, fölállnál, kérlek szépen. Annyira azt érzem, hogy Isten szól hozzád, és azt mondja neked, hogy nagyon kedves vagy neki. És ő nagyon szeret téged, mert az ő fia vagy. Elfogadtad már őt a szívedbe? Ő az életed ura? Egyszerűen megtennénk, hogy csak kinyújtjuk a kezünket ő felé. Mert azt látom, egy akkora hatalmas tüzet látok, hogy tűzzel hirdeted az evangéliumot, és kimész, és elmondod, mert a te bizonyságod lesz az a bizonyság, amire szükségük lesz azoknak az embereknek, akik hallani fogják. És Istenem, köszönöm neked azt a tüzet, amit most adsz a mi testvérünkre. Istenem, is tűzjön ki az ő szájából, amikor majd hirdeti a te szavadat, és köszönjük őt neked, hogy elhívtad őt. Köszönjük neked, Istenem, hogy szólítottad őt a mélységből. A mélységből felemelted őt, Istenem. Lenyúltál, Uram, a sötét helyekre is azért, hogy őt felemeld, Uram, és köszönjük neked, hogy elhoztad őt ma ide. És nem véletlen, hogy ő ma itt van, mert Jézus Krisztus szólít téged. Ő elhívott téged,
Ő ad az életedre egy olyan küldetést, hogy a sorsod, az életed egy fordulatot vesz innentől fogva, és nem lesz többé ugyanaz, hanem azon az úton fogsz járni, amit ő számodra eltervezett, és amit ő a te számodra kigondolt. Ha van olyan férfi testvérem, kérlek szépen menj oda, és imádkozz érte, akár Dávid, te is, hogyha úgy érzitek, imádkozzatok érte, és hogyha bárki van még itt, hogyha úgy érzed, hogy Isten szelleme szól hozzád, tudod, megtehetnénk azt, hogy mi, mint nagy szolgálók, rátok tesszük a kezünket, és akkor már áldottak lesztek, de tudod mit? Szeretnék ma kulcsokat adni nektek. És ha ezt ma meghallod, nem csak a füleddel, hanem eljut a szívedig, amit ma a Vargyai Laci testvérem mondott. Ez a kulcs, ami a Kolossé 1.27-ben Pál azt mondja, hogy ez a nagy titok, hogy a Krisztus bennetek lakozik. Hogy ő benned van, és te Isten gyermeke lettél, az övé vagy. És ha te ezt tudod, kérlek szépen mutass most magadra, itt a te bensődre, akár a szívedre, akár itt a gyomor fölötti tájékon. Lásd most magad előtt azt, hogy ez a Jézus Krisztus, és hiszem, hogy mindannyian már elfogadtátok őt, ez a Jézus Krisztus itt él a te bensődben. Tudod, hogy ki ez a Jézus? Ő a világ világossága. Ő fényesség. És én nem egyszer láttam azt, és szeretném, ha te is látnád, más szóval képzeld el, fantáziálj róla, gondold ki a te elmédben, az elmédnek a kivetítő vásznán jelenítsd meg azt, hogy ez a Jézus Krisztus él benned. És Laci azt mondta, hogyha most ez a Jézus mondana valamit, most ez a Jézus él benned. Ez a Jézus, aki az univerzum alkotója és teremtője, akiről énekelünk, akit felemelünk, akit imádunk, aki a mindenünk, ő benned van, testvérem. És tudod, mit jelent az, hogy benned van? Az, hogy te képes vagy felszabadítani őt magadból, magadban. És az ő fénye, a világossága, ami szétárad a te bensődben, és megengeded neki, hogy kilépjen belőled, akár megérintse a saját kezeden keresztül a saját fizikai testedet, akkor meggyógyulsz. Sőt, te már gyógyult is vagy, de hogy szemléltessük azt, hogy neked nem kell, hogy én vagy Csaba vagy bárki más, tegyük a kezeinket rád, mert ugyanaz a Jézus van benned. És amikor innen elmész, akkor is ugyanaz a Jézus lesz benned. És nem egy olyan keresztény vagy, aki képtelen dolgokat tenni, hogy otthon vagy, és felhívsz mindig valakit telefonon, nincs azzal semmi baj. De amikor úgy hívsz fel valakit telefonon, hogy nem bírom tovább, ébredj fel, lásd meg, hogy benned van. És az a testvér, ha te vagy éppen az, akit felhívnak, te emlékeztesd őt erre, hogy neked nem az én imámra van szükséged, hanem arra, hogy emlékeztesselek arra, hogy ki vagy. Hogy emlékeztesselek arra, hogy ő benned van. Benned van, gyerünk, lásd, hogy benned van. Tedd magadra a kezed. Most a benned lévő Jézus a te saját kezeden keresztül szabadít téged. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Én nem egyszer tettem a saját fejemre, a saját kezemet, és azt kihirdettem, hogy a Krisztus, aki bennem van, meg van róla írva, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad, úgyhogy én most ettől szabad vagyok Jézus Krisztus nevében, és elmegy mindaz, ami próbált téged eddig gyötörni.
És a Jézus Krisztus nevében, ha van betegség a testedben, a saját kezeden keresztül lásd most, hogy a benned lévő Jézus Krisztus az, aki eláraszt téged az ő fényével, és most ebben a pillanatban meggyógyulsz. Meggyógyulsz, fogadd el a te gyógyulásodat tőle, mert ő a szabadító, ő a gyógyító, ő az egyetlen, akiről énekeltünk, és tudod, amikor ott vagy teljesen egyedül, és nincs senki, de senki körülötted, akkor is tudod, hogy ez a Jézus itt van bennem. Itt van velem, és nem vagyok egyedül. Amen. Halleluja. És testvérem, mi kifejezetten szoktuk ezt gyakorolni, és szeretnénk ezt egy kicsit úgy be is mutatni számodra, hogy ahogy felvesszük a zenét egy picit hangosabbra, hogy így szoktuk kezdeni a reggelünket, hogy bemegyünk a belső szobánkba, amiről ír a Máté 6, hogy menj be a te belső szobádba. Mi a te belső szobád? Igazából a belső szobánk az is bennünk van, ami szellemünk. Befelé figyelünk őre, aki bennünk van. De fontos az, hogy kizárjuk a külvilágot, és őre figyeljünk, arra Jézusra, aki bennünk van. Őre összpontosítsunk, és ne magunkra. Úgyhogy kifejezetten ez volt mára egyébként a terv, de az Úr felülírta a terveinket, és ennek örülünk, mert Szent Szellem élő, és az ő igéje élő és ható, és ő úgy cselekszik, ahogy ő akar. De ez volt a terv mára, hogy elől ülünk majd megint többen, és beszélgetünk egy kicsit arról, hogy hogyan tudtok belépni Isten jelenlétébe, és hogyan tudjátok gyakorolni még gyakorlatiasabb módon azt, hogy meghalljátok az ő hangját. De mondok nektek valamit, ez már megvan nektek. Mert ez nem nehéz, csak oda kell fordulnod ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki benned van, úgyhogy nem maradsz le semmiről, mert most ezt tesszük, oké? Most ezt tesszük, és szeretném, ha tudnád, hogy ő szól hozzád. Hogyan? A múltkor beszélgettünk erről rengeteg féleképpen. Intuíció által megérzés, ráérzés, az első beugró gondolat. És ez az ő szava hozzád, amikor ő rá figyelsz. És ő olyan dolgokat mond neked, amiket korábban nem tudhattál. És amikor indít téged arra, hogy menj oda valakihez, mosolyog rá, vagy öleld meg. Valaki kérdezte ezt tőlem, hogy ez lehet az Úr? Hát szerinted az ellenség akarná, hogy te szeretetet fejezd ki bárki felé? Isten maga a szeretet. És azt mondja az ige, hogy a ti szeretetetek növekedjen ismeretben. A szeretetünk növekedjen az ismeretben. Mert Isten semmit nem tesz a szereteten kívül. És egyszerűen mi is csak ezt tesszük, hogy rákapcsolódunk, ráhangolódunk. Csaba már nem egyszer megmutatta, hogy amikor van egy konnektordugó. Ez a konnektordugó. Ezek vagyunk mi. Mint a mi két kezünk, és egyszerűen becsatlakozunk a mennybe. De nagyon sokszor úgy képzeljük, hogy a menny az annyira távoli, egy olyan láthatatlan, elérhetetlen, megfoghatatlan univerzum, hát hol van ez? Sokkal közelebb, mint gondolnád. Mert igazából itt van, a te bensődben. És nem egy külső helyre kell becsatlakoznod, hanem Isten királyságába, ahogy megvan írva, hogy Isten királysága bennetek és köztetek van.
bennünk van Isten királysága a királlyal, Jézus Krisztussal, aki nem csak eljött, nem csak megszületett erre a földre, meghalt és feltámadt, hanem most is él, és minnyájunkban benne él, akik befogadtuk őt a mi szívünkbe. Ha még úgy érzed, hogy nem tetted meg, akkor mondd ki, befogadlak téged a szívembe. És a te szívedben is ott él benne ez a Jézus, és csak oda csatlakozol az ő áramforrására. Ő rá magára. Tudod, hogy ő belőle jön minden erő. Ő a végtelen. A végtelen. Wow, fel se tudjuk fogni, mit jelent ez a szó. A végtelen, nincs vége. Nem ér véget. Határtalan. Ő az a Jézus, akinek minden, abszolút minden lehetséges, ő minden tudással bír, minden bölcsességgel bír, minden ő benne van, és ő pedig benned van. Itt van benned. És ha te rácsatlakozol, ha valamit nem tudsz, szeretnél tudni, és szükséged van arra, hogy tudj egy idegen nyelvet, természet fölött ilyen fogsz tudni az idegen nyelven beszélni, mert nem te csinálod, hanem rácsatlakoztál arra, aki benned van, és ő minden nyelvet jól ismer. Ha te akarsz énekelni, és dicsérni, és imádni őt, és azt mondod, hogy nekem nincs hangom, csatlakozz rá arra, akinél gyönyörűbb hangú nem létezik, hiszen ő találta fel a hangot. Ő alkotott meg téged. És azt mondod, hogy én nem vagyok egy matematikus, én nem vagyok egy fizikus, én nem vagyok ez, nem vagyok az. Csatlakozz arra, aki minden tudással bír, és ez a benned lévő Szent Szellem által, az a Jézus Krisztus, aki, hogyha látod ezt a képet, ő a szíved trónján ott ül, ha megengeded neki. Trónt emelünk neki. Csak képzeld el, gondolatban rajzolj egy testet, az a test te vagy, és egy trónszéket a te bensődben, és az a benned lévő Jézus. És lásd ezt a képet. Nekem nem kell önmagamban bíznom, nekem Isten biztosnak kell lennem, nekem benne kell bíznom. És ha benne bízom, ő átvisz mindenen. A kőfalon is átugrom, azt mondja Dávid a Zsoltárokban. Jöhet bármi ellenem, akármilyen ellenség. Lehet, hogy megfosztottak téged valamitől. Lehet, hogy anyagiakban olyan károkat éltél át. Tudod mit? Fordítsd át áldássá. Hirdest ki, amit mi is szoktunk tenni. Bennünket nem tudnak meglopni. Bennünket, ha jön egy rendőrségi büntetés, akkor meg fogjuk áldani a rendőrséget. Ugye? Amen. Hogyha jön egy felszólítás, fizetési felszólítás, akkor mi most csak megáldjuk a magyar államot. És áldások vagyunk, és ez vetőmag, és ami vetőmag, abból aratás fog jönni. Amen? Volt olyan, hogy elloptak tőlünk pénzt, és azt mondtuk, hogy jó, bennünket nem lehet meglopni, mert mi most megáldjuk. A Jézus nevében azt, amit ellopott, mi most ezzel megáldjuk. És jött az Úrnak az áldása. Halleluja! Mert ő a forrásunk. Ő benne van mindenünk. Érted, hogy mit jelent az, hogy ő a gazdagságunk? Ő! Ha ő bennem van, én rácsatlakozok, és azt mondja, hogy menj oda, fog ki az első halat, és ott lesz a szájában az aranypénz. Ó, Péter, kis hitű, mit aggódsz? Csak rácsatlakozok arra, aki a minden tudásnak az Istene, a végtelen értelem, a végtelen bölcsesség, ő a minden, a mindenekben. És ezekről beszélt nekem a héten.
a legeslegelső kijelentés, amit az életemben kaptam tőle. Amikor azt mondtam, hogy szeretném hallani a te hangodat, mondj nekem valamit, hogyha te tényleg vagy és tudsz hozzám beszélni. És az első kijelentés, amit mondott, az az volt, hogy én vagyok a minden a mindenekben. És így körülbelül így pislogtam, hogy akkor ez most mit jelent? És annyira boldog voltam, amikor megtaláltam az igében. Wow! Ő olyat mondott nekem, ami benne van a Bibliában. Hú, de jó! Biztos lehetek benne akkor, hogyha valamit ő mond, ő nem fog eltérni az ő igéjétől, és van valami, amiben bízhatok. Van egy kőszikla. A kőszikla Jézus. És ő benne van nekem mindenem. És a napokban újra mondta, hogy emlékszel? Én vagyok a minden a mindenekben. És Uram, mondtam, 34 év telt el az első kijelentéstől mostanáig, még mindig az úton vagyok, hogy ezt fedezzem fel, de taníts, Uram, mit jelent? Mit jelent? És tudod, hogy milyen szavakat hallottam? Hogy ő, aki bennem van, ő most is teremtő. És ha nekem ételre van szükségem, akkor ő étel formájában fog megjelenni nekem. Ha meg kell, hogy szaporítsa a pénzt, ő meg tudja tenni, mert ő a minden. Halleluja! Néztek rám, én is nézek ki a fejemből ilyenkor, mikor ilyeneket mond, de amikor azt mondja, hogy ő azzá tud válni számodra, amire éppen akkor, abban a helyzetben szükséged van. Ha neked ruhára van szükséged, akkor ő ruha formájában fog hozzád jönni. Mert ő a minden. És igen, az én agyam is azt mondja, hogy jó, de hát azt a ruhát valaki készítették, kezek kézé. Igen. De minden anyag, minden molekula, minden, semmi nem lenne ezen a földön, ha ő azt nem mondta volna, hogy legyen. És lett. Tehát minden, ami minket körbevesz, akár tárgyak vagy dolgok, amik emberi kéznek a művei, az is ő. És ha én ezt elhiszem, nincs lehetetlen. Amen.